Rádióegyetem. Bibliai kánon és vallásfilozófia. A gnózis, mint a megváltó tudás. Tatár György előadása. Valahol ott maradtunk, ott is maradtunk előző alkalommal abban, hogy azt próbáltam valahogy megfogalmazni, hogy miben különbözik tulajdonképpen a tartalmi értelemben a Biblia és a Kabala. Ha emlékeznek, akkor valamiképpen abban a megfogalmazásnál sikerült valamennyire kikötni, hogy a Biblia, tulajdonképpen mondjuk a kabalisták értelmezésében, a Biblia az Isten felénk forduló arcát tárgyalja, tehát mindazt, ami Istenből nyilvánul, a Kabala pedig mindazt tanulmányozza, ami nem nyilvánul, tehát kvázi Isten tőlünk elfordított arcával foglalkozik. Ezt mondjuk egy kicsit más nyelven úgy is meg lehetne egyszerűen fogalmazni, hogy a személy, ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy emberi személyről vagy az isteni személyről beszélünk. A személy tulajdonképpen a személyközi viszonyokban létezik. Egyébként teljesen megfoghatatlan, nem tudunk tulajdonképp személyről beszélni, hanem személyközi viszonyok között gondoljuk el. Ebben az értelemben tehát a kabalisták felfogásában Isten valamiképpen a személyes és a személytelennek az egysége. Személytelen belőle az, ami ő maga, tehát ami a Bibliában nem jelenik meg semmint teremtő, semmint kinyilatkoztató, semmint megváltó. Úgy emlékszem, hogy ez szóba is jött, azért mindenesetre a szót magát azt újra elmondom, mert nem emlékszem rá biztosan, hogy a személytelennek, tehát az, ami Isten önmagában, mindennemű teremtéstől és embertől, mindennemű rajta kívüli személytől függetlenül létezik, tehát a tisztán önmagában vett személytelen Istennek a neve, a kabalában az Ein Sof, így hangzik szó szerint. A jelentése, ugye erről esett szó, ha jól emlékszem, végnélkült, határtalant, leginkább végnélkült jelent. A sajátossága az, amit most így nem nagyon tudnék elmondani, de becsület szóra higgyék el nekem, hogy a kabalista szövegekben ennek a kifejezésnek a használata maga is tökéletesen személytelen. Ez borzasztóan izgalmas, amiatt talán ezt is említettem akkor, mivel a Héberben nincsen semleges nem. Himlem és nőlem van, de semleges nem nincsen. És láthatóan van egy állandó nyelvi törekvés, hogy kvázi, amikor használják ezt az Ein Sof, az önmagában vett személytelen Istenre ezt a kifejezést, akkor megpróbálják utánozni héberül, mintha lenne személyes névmás. Azaz például csak olyan vonatkozó névmást használnak hozzá, amit dolgokra szokás használni, és nem személyekre. Tulajdonképpen ugorhatnánk. A legfontosabb mondat, amit idézni szeretnék, az valamikor 1300 körül lett leírva egy kabalista kéziratban. Sejtelmünk nincs, hogy ki írta a kéziratot, tehát névtelen kabalistáról van szó, aki ezt a bizonyos Ein Sofot, amikor szóba hozza, tehát ezt a végnélkült, akkor ezt a mondatot engedi meg magának: az Ein Sofról egy szó sem esik a Bibliában és az egész rabbinikus hagyományban. Körülbelül így lehetne a legjobban a kabalisták igazi érdeklődését megfogalmazni, hogy ami a teljes hagyományban, a Bibliától a legutolsó, hogy mondjam, szent iratig egyáltalán előfordul a hagyományban, az mind Istenből az, ami az ember és a világ felé nyilvánul. A kabalista azzal foglalkozik, amit ő itt Ein Sofnak nevez, ami semmilyen módon nem nyilvánul. Na most egy nagyon egyszerű kérdés, ugye mindenkiben gondolom felmerül, hogy akkor hogy az ördögbe lehet ezzel foglalkozni, hogy lehet ezt tanulmányozni. Tulajdonképpen egy nagyon egyszerű módon meg lehet ezt értetni. Minden vallási hagyomány így tartja, a legfeljebb nem fókuszál rá, mint problémára, de ez lényegében a teljes bibliai hagyományban, tehát mind a zsidóságban, mind a kereszténységben így néz ki, hogy a kinyilatkoztatást, az tulajdonképpen önkinyilatkoztatásnak fogja fel. Magyarul, ahogy, hát nagyon egyszerűen egy személyközi viszonyban mi magunk is, ha az ember barátjával, kedvesével, tök mindegy, akár egy tök idegennel, tartósabban beszél, tehát valamiféle úgymond interpersonális viszonyra lép vele,
mindabból, ami megnyilvánul a másik emberi személyből, akár koncentrálunk rá, akár nem koncentrálunk, de folyamatosan, hogy mondjam, feltárjuk a magunk számára, akár akkor is, ha nem tudatosítjuk, hogy az illető önmagában milyen lehet. Tehát magyarul, legegyszerűbben ugye az ember a hátsó gondolata, a másik hátsó gondolatait próbálja kifürkészni, de tulajdonképpen a nekünk szóló gesztusaiból is állandóan valamiféle képünk arról intuitíve kialakul, hogy milyen ez a pasi önmagában. Tehát amikor, hogy mondjam, amikor nem nyilvánul felénk. Most tulajdonképpen a kabala, nagyon leegyszerűsítem, az egész Bibliát, mint egy gigantikus korpuszt úgy fogja fel, mint Istennek azt a megnyilvánulását, amiből, amin, hogy mondjam, nyomot hagy Isten önmagában vett személyisége. Így értendő ez az önkinyilatkoztatás. Tehát Isten nem egyszerűen azt közli a Bibliában, hogy mikor mit akar és mit csinál, hanem egyben mindezeken, hogy mikor mit akar, mit csinál, stb. Nyomot hagy valamilyen módon az, hogy ő önmagában micsoda, kicsoda és milyen. Erre még vissza fogunk valamennyire térni. A legegyszerűbb megfogalmazásra én azt találtam, hogy mivel is foglalkozik tulajdonképpen a kabala, ha azt mondjuk, hogy ha az egész vallási hagyomány Istenről, mint a megnyilvánulóról szól, akkor a kabala egyszerűen arra kíváncsi, hogy ki az, aki megnyilvánul. Tehát magyarul, illetve az én szav esetében tulajdonképpen inkább azt mondhatnánk, hogy mi az, ami megnyilvánul. Ebből a kutatásból tulajdonképpen egy csomó következtetés adódik. Azt lehet mondani, ez mind a zsidó, mind a keresztény tradícióra igaz, hogy ortodox zsidó, illetve ortodox keresztény képes maradni a misztikus, illetve a kabalista mindaddig, amíg képes tiszta erőből ragaszkodni ennek a megnyilvánulónak és a nem megnyilvánulónak az egységéhez. Tehát, hogy ez ugyanaz. Gondolom ez könnyen belátható, hogy logikailag, anélkül, hogy az ember erre törekedne, óriási a, nem egyszerűen a kísértés, hanem pillanatok alatt a belecsúszás veszélye abba, hogy valahogy ez a kettő elkezdjen különválni. Durván fogalmazva, tulajdonképpen a kabalista, illetve misztikus előbb említett törekvések közepette fokozatosan egyre jobban, hogy mondjam, teren nyílik annak, hogy egy olyan fajta dualizmus alakuljon ki az illető vallásos személynek a gondolkodásában, amiben a megnyilvánuló alakja tulajdonképpen elkezd önállósulni a meg nem nyilvánuló alakjával szembe. Durván és élesen fogalmazva, hogy fokozatosan két Isten hitté kezd a dolog válni. Ez egy rendkívül nehezen elhárítható veszedelem. Mondom, mindkét vallási hagyományban ortodoxnak minősül a misztikus mindaddig, amíg képes teljes erejével fenntartani ennek a két személynek az egységét, illetve a személy és nem személy egységét. Ez időnként masszívul fel is tud bomlani. Ha nem tud ellenállni ennek az őrült energiának, ami magából ebből a vallásos gondolkodásból következik, nevezetesen ami szétválasztja és külön tárgyalandóvá teszi ezt a két, mondjuk isteni alakot, akkor jön be az a fajta dualizmus, amit nagyon egyszerűen, a szót már sokszor használtam, a vallástörténeti hagyomány úgy hív, hogy a gnózis. Erről azért néhány szót megpróbálnék szólni, nem utolsósorban azért, mert egy végtelen fontosságú vallási jelenségről van szó. Gondolom, a szót talán nem kell felírnom, ugye? Így hangzik, gnózis. Görögül van, gnosis. A klasszikus görögben egyszerűen ismeretet, tudást jelent a kifejezés. A mi általunk most használt jelentésben, tehát ahol ez tulajdonképpen egy vallási mozgalomnak a neve, ott a gnózisnak a legpontosabb tartalmi fordítása szerintem az lenne, hogy megváltó tudás. Tehát nem akármilyen tudásról van szó, nem a asztalos mester mesterségbeli tudásáról van szó, hanem egy olyan tudásról, aminek messze mérehatóbb következményei vannak a tudójára nézve, mint az, hogy hát édes Istenem, össze tud szerelni egy asztalt. Ez nehéz belefogni tulajdonképpen
Csak most már van mire támaszkodni, mert ugye előző alkalommal beszéltünk az újplatonikus emanáció fogalomról, és az egy központi fogalma a gnózisnak. Legegyszerűbben összefoglalva, a keresztény egyháztörténeti hagyomány úgy tudja, hogy a gnózis a első század végétől, de főleg a második századtól a békés keresztény nyájba betörő legszörnyűbb eretnekségek forrása. Tulajdonképpen majdnem minden a korai keresztény századok nagy keresztény eretneke mind gnosztikus keresztény volt. Ehhez képest a vallástörténeti kutatás, egyáltalán számtalan szövegnek az előkerülése, elemzése, stb. Annyit módosít csak ezen a képen, hogy ez viszont nagyon fontos, hogy a gnózis valójában korábbi, mint a kereszténység. Tehát van kereszténység előtti, és van kereszténységen kívüli úgynevezett pogány gnózis. Na most, hogy mi ez a gnózis? Ebből a szempontból a zsidó gnózis és a keresztény gnózis közt nincs különbség, úgyhogy én most egy nagyon leegyszerűsített képet fogok adni a gnózisról, ami rengeteg gnosztikus iskola volt a kereszténység első századaiban, az egész Mediterráneumban mindenfelé. Gnosztikus keresztény egyházak, gnosztikus zsidó gyülekezetek és gnosztikus pagány társaságok természetesen. Úgyhogy az, amit én most röviden megpróbálok a gnózisról elmondani, azt fogják fel Max Weberi értelembe vett ideáltipikus gnózisnak. Tehát megpróbálok néhány olyan dolgot mondani, ami minden különbözőség ellenére az összes gnózisban nagyrészt közös. És végül is leginkább arról fogok beszélni, aki nekem kedvencem ebből az egész bandából, egy Márkion nevű második századi bácsi. A gnózisnak a lényege az, hogy amennyiben bibliai alapokon áll, és a legtöbb gnózis bibliai alapokon áll, tulajdonképpen teljesen magáévá teszi a bibliai képet az emberről, a világ mindenségről, Istenről, stb., de az értékét pontosan az ellenkezőjére fordítja. Magyarul, a világ teremtő Isten az egy, hogy mondjam, kicsit gyagya és nagyon ellenszenves isteni lény, aki megteremtette ezt a világot, legfőképpen azért, mert azt hitte, hogy ő az egyetlen Isten. Ehhez megfelelő bibliai helyeket természetesen egy gnosztikus bármikor tud hozni. A világteremtésének a másik legellenszenvesebb célja az volt, hogy az emberi lelkeket, most mindegy, hogy honnan eredezteti az adott gnosztikus iskola az emberi lelkeket valahogy be akarta zárni egy börtönbe. A világegyetem a maga materiális univerzumában nem egyéb, ebben minden gnosztikus egyetért, mint egy gigantikus fegyház. Körülbelül így tessék a dolgot elgondolni, ebben az esetben a teremtő Isten mondjuk felfogható úgy, mint ennek a börtönnek a vezérigazgatója. Az emberi lelkek azok hát be vannak cellázva, hogy mondjam, általában magánzárkába. Ebbe a gigantikus börtönbe, amiből metafizikailag sem lehetséges semmiféle szabadulás. Ez borzasztóan fontos. Természetesen, rendkívül plasztikusak a gnosztikus mitosznak a képei. Tehát a dolog úgy van valahogy elképzelve, hogy hát a lélek ugye alapvetően valami nem materiális szubstancia az emberben. Ez a nem materiális szubstancia van bezárva. Szabályosan, mint egy börtönbe. Ebbe a materiális szubstanciába, nevezetesen az anyagi univerzumba, de ennél még súlyosabb a helyzet, nem elég, hogy mindannyian be vagyunk zárva, hogy mondjam, nem használnak ilyen fogalmakat, de most jobb hiány le tudjuk így írni a Tejút nevű galaxisnak, a naprendszer nevű kis eldugott és jelentéktelen részébe, de súlyosbítja a dolgot, hogy ezen kívül a magánzárka, amibe végül is becsukják és örök időkre rabságba ejtik, az maga az embernek a teste. Tehát valahogy úgy gondolandó el ez az óriási börtön, mint ami koncentrikus börtönfalakból áll. Ha kívülről haladunk befelé, ugye, akkor az univerzum, a föld, a materiális világ, és akkor le egészen odáig, hogy és még egy testbe is be van zárva. Ebben az értelemben, hogy mondjam, egy mozgó magáncella.
körülbelül így magánzárka, körülbelül így lehet elképzelni. Ez minden gnózisban bizonyos értelemben közös. A különböző gnosztikus iskolák abban térnek csak el egymástól, hogy honnan van a lélek. Mert azért ez egy érdekes kérdés ebben az egészben, vagy mindjárt elmondom, hogy ennek milyen megoldásai vannak. A legtöbb gnosztikus elképzelés az, hogy ezen a ismétlem korlátolt és gonosz teremtő Isten, aki mindezt végrehajtja, csinálja, és hát felügyeli ennek a vacaknak a működését, amiről itt beszélünk. Ő rajta túl valahol a metafizikailag is megközelíthetetlen, hogy mondjam, nem egyszerűen térbeli távolságban, messzeségben, hanem egy egészen más dimenzióban. Természetesen létezik az egyetlen és igazán jóságos és igazságos istenség, akinek, ez nagyon fontos a minden gnózisban, az ég világon semmi köze ehhez a világhoz, ennek a világnak a keletkezéséhez, stb. Na most a legtöbb gnózis szerint valamilyen módon a fegyházba zárt individuális lelkek, azok ennek a igazán jóságos és kegyes, egyetlen, ismeretlen istenségnek, mondjuk így a hozzátartozói. Erről a legkülönbözőbb mitikus, gnosztikus képzetek alakultak ki a gnosztikus iskolák keletkezése során. Ez például az unplatonizmusból, vagy egyáltalán a plátoni gondolkodásból örökölt logoi spermatikainak a fogalma. Tehát Isten az a bizonyos jóságos és ismeretlen, aki megalkotja az ő logoszát. Nem akarok most belemenni, ezt gondolom valamennyire mindenki tudja, hogy ez a logosz, ez körülbelül micsoda, és ez szilánkokra lesz zúzva valamilyen mitikus folyamat során. Ezek a szilánkok tulajdonképpen, tehát ennek az isteni szellemnek, logosznak a szilánkjai, az individuális emberi lelkek, amelyeket ez a gonosz teremtő, akinek azon kívül, hogy ellenséges a viszonya ezekhez a szellem szilánkokhoz, ezen kívül általában az igazi istenségről sejtelme nincs a különböző elképzelések szerint, ezeket bezárja. Hogy mondjam, ha tetszik konkurencia harc, ha tetszik sima isteni szadizmus, nincs pontosan definiálva, a legkülönbözőbb iskolák máshogy fogják fel, hogy de miért csinálja mindezt. Az még egy elég izgalmas aspektusa ennek az egésznek, hogy a teremtő Isten tud-e egyáltalán arról, hogy nem ő az egyetlen Isten, ebben az esetben, ha nem tud, akkor, hogy mondjam, akkor elsőbben a korlátoltságát hozzák az előtérbe. Ha tud, akkor tulajdonképpen egy, hogy mondjam, egy dualista felfogás van, hogy egy hatalmas Isten és egy nála valamivel alsóbbrendű, de még szintén hatalmas Istennek a harcáról van szó. Mindezek alapján talán annyit már látnak, hogy a mindennemű gnózisnak az egyik leges-leges legfontosabb fogalma az egyszerűen az a fogalom, hogy az idegen. Ez egy kulcskérdés, ugyanis az világos gondolom az eddigiekből, hogy a gnózisban az ember saját lelke tökéletesen idegen jövevény ebben a materiális univerzumban. Őt egyszerűen, hogy mondjam, túlszulejtették, és ide be van zárva, de neki tulajdonképp, mint a teremtett világgal szemben idegennek az égvilágon semmi köze ehhez a... Nem tudom, most mindenki valami csúnya szót képzeljen ide, tehát ehhez a disznósághoz, amit itt univerzumnak nevezünk. Minden gnosztikus vallás megváltás vallás, a szónak abban az értelmében, hogy mindegyikben megjelenik a megváltónak a képe, vagy azért, mert ez az ismeretlen, de végtelenül jóságos Isten, hogy mondjam, megpróbálja az ő saját hozzátartozóit, azaz a lélek szikrákat, ami külön-külön ezekbe a húsbörtönökbe és a materiális univerzumba bezárva sírva tallóz, nem tudok rá jobb kifejezést, megpróbálja ezeket megváltani ebből a világból, vagyis valamilyen módon, hogy mondjam, egy küldött segítségével, akit megváltónak, szótérnak nevez az összes görög nyelvű gnosztikus iskola, hogy kiszabadítsa ezeket a lelkeket, és visszajuttassa őket túl ezen a materiális univerzumon az ő igazi hazájukhoz, ehhez a végtelenül jóságos, stb. Istenhez. Az egészen kivételes és izgalmas, és valószínűleg az egyik legnagyobb hatású
gnosztikus iskola, vagy gnosztikus egyház. Mindezek közül, amiket most elmondtam, ezt körülbelül úgy tessék elképzelni, hogy mondjuk, ha a pogán gnózist is beleszámítjuk, akkor nagyjából a Krisztus előtti második századtól mindenféle gnózisok ütik fel a fejüket a Mediterráneum egész medencében, tehát a teljes nagy római birodalom egész területén, és ide szokás még a perzsa birodalomból származó maniheizmust is számolni, mint egy speciális gnosztikus iskolát, gnosztikus egyházat, és nagyjából a 4.-5. századig tulajdonképpen ezek a különböző gnosztikus fellángolások megvannak. Most a mi szempontunkból a legizgalmasabb és egyik legérdekesebb figura ez a bizonyos Márkion. Nem sokat lehet a pasasról tudni, az biztos, hogy a második században élt. A nagy keresztény, eretnek üldöző, eretnek vadász korai egyházatják számára Márkion jelenik meg úgymond, hogy a pokol fenekéről kiszabadult figura. Ennek nem utolsó sorban egy nagyon egyszerű oka van, hogy miért ő a fő problémája az összes gnózis közül. A nagyegyház természetesen minden gnózis ellen harcol, de a Márkion az egy ilyen egészen különleges ellenség. Ebben a mezőnyben nagyon egyszerű oka van. Márkion volt az első olyan eretnek, ez egyetemlegesen igaz a kereszténység történetére, az első olyan eretnek, aki már kereszténynek született. Tehát nem arról van szó, hogy kívülről valaki egy, hogy mondjam, a római birodalomhoz képest külső kultúrából betért a keresztény egyházba, és hát magával hozott kultúrájának megfelelően a nagyegyház tanításaitól eltérő, részben eltérő tanításokat fejlesztett ki, nem, ő effektíve keresztény családba született már, egészen pontosan ennél még elrémítőbb a dolog, a kedves papa Pontus püspöke volt. Na, ebbe a családba születik Márkion, aki már igen fiatalon nekilát a kereszténység totális megújításának, ahogy ő fogalmazza. Egyetlen évszámot tudunk biztosan az életéből, az a 140-es évszám, tehát ezzel tudjuk belőni, hogy mégis mikor élt, 140-ben jelent meg Rómában, és kezdte a római, hát akkor még egyházakat, de hát azért már akkor is Róma egyre erőteljesebben a római katolicizmusnak a központjává kezdett válni, kezdte elkábítani. Ő az első például, akit, ha jól emlékszem, akkor Szent Ignácius nemes egyszerűséggel a pokol szülöttének nevezett tanításai miatt. Na, Márkion egyetlen egy dologban tér el az összes többi gnosztikus iskolától, és ez borzasztóan izgalmas. Az egyik az alapállítása, nevezetesen, hogy a zsidók bibliája, mondta Márkion, tehát a bibliai ószövetség, úgy, ahogy van, igaz. Tehát ő nem számol itt szövegromlással, szövegváltoztatásokkal, hamisításokkal, azt mondja, hogy ez igaz, pontosan úgy zajlott a világ teremtése és eddigi története, Isten és ember találkozása, ahogy az a bibliai ószövetségben le van írva. Egyetlen probléma van, de ez egy komoly probléma, nevezetesen, hogy a zsidók, amikor nem fogadják el Krisztust messiásnak, mondja Márkion, akkor ebben igazuk van. Tudnillik, Krisztus, mondja Márkion, nem a bibliai teremtőisten küldötte fia, netán ő maga. Tehát világos, egy egészen központi keresztény dogmát támad, azt mondja, hogy a világ teremtője és a világ megváltója az két tökéletesen különböző isteni személy, még csak viszont sincs köztük, azon kívül, hogy gyűlölik egymást. Arra a kérdésre, hogy jó, de hát akkor Krisztus ki a fene? Erre Márkionnak az a válasza, hogy a mindeneken túli jóságos, ismeretlen Isten küldötte. Ez az ismeretlen Isten azért hangsúlyoztam ennyire, mert Márkionnál annyira hangsúlyos, hogy ő effektíve Istent úgy is nevezi, hogy Agnosthos Theos, az ismeretlen Isten. Borzasztóan fontos az a felfogás nála, hogy a krisztusi megváltás valóságos megváltás, csak éppen a bibliai Istenhez semmi köze. Mindezt tessék most úgy elgondolni, nem tudom, képvilágos, ugye? Mindezt úgy tessék elgondolni, történelmileg egy hallatlanul izgalmas pillanatban vagyunk, vagy ha jobban tetszik, szellemtörténetileg egy hallatlanul izgalmas probléma, amire ki akarok néhány mondat erejéig térni. Nincs még új szövetség.
Ebben a pillanatban, amikor Márkion fellép, nincs még tulajdonképp új szövetség. Ebbe a kérdésben azért röviden érdemes belemenni, hogy ha elkezdik, amit nagyon elvárnék, módszeresen olvasni bibliai fejezeteket legalább, akkor észre fogják venni, hogy van egy nagyon furcsa problémánk az új szövetséggel, nevezetesen, hogy ha Pál leveleit alaposan olvassuk, netán elemezzük a szövegét, ugye lépten nyomon arról van szó, hogy ide és ide mentem, és hirdettem nekik az evangéliumot, mondja Pál. Utána átmegy máshova, hogy szintén hirdeti nekik az evangéliumot, és így tovább, és így tovább. A szöveg kicsit is finomabb elemzéséből teljesen világos, hogy Pál nem írott evangéliumokról beszél. Még ennél is élesebben megfogalmazható, egyáltalán nem tud írott evangéliumokról. Ennek nagyon egyszerű oka van tudni, hogy nincsenek. Ugye annyit tudunk Pálról, hogy körülbelül 64-től nem tudunk róla semmit. Nagy valószínűséggel meghalhatott a 60-as évek elején, hát megölték a 60-as évek elején, de az biztos, hogy Pálnak nincs egyetlen olyan levele se, amelyik tudna a júdeai háborúról, az biztos, hogy megjelenne a leveleiben, hogy egész Palesztinában kitört egy háború a Római Birodalom ellen, és tart 66-tól 70-ig, és közben lerombolják a szentét. Fura lenne, hogy ez annyira nem érdekelte, hogy meg se említi. Egyszerűen valószínűleg nem érte meg ennek a 66-os nagy júdeai háborúnak a kitörési időpontját. Tehát ebből megállapíthatjuk, hogy az 50-es és 60-as években, amikor Pál működik, valószínűleg nincsenek írott evangéliumok. Ezt nagymértékben alátámasztják még közvetett bizonyítékok is, nevezetesen, hogy egészen szembeötlő, hogy Jézus családi vonatkozásairól alig tud valamit. Tehát Jézus testvéreiről tud, azt hiszem az anyját még csak meg se említi. Tehát láthatólag az életrajz maga az elég felületesen ismert a számára. Jó lehet, Jézus családját, mármint akik még élnek a családból, azokat személyesen ismeri. Ugye, akiknek nem teljesen világos az összkép, amiről beszélek, azt ugye mindenki tudja, hogy a sokat emlegetett 12 apostolnak Pál nem tagja. De annak ellenére, hogy ő az apostolok közül a tradíció szerint a legnagyobb, Pál nem szerepel a 12 apostol között, azon egyszerű oknál fogva, hogy a 12 apostol Jézus legszűkebb tanítványi köre, akiket még maga Jézus jelöl ki apostoli, hogy mondjam, körnek a maga számára, Pál pedig az apostolok közül az egyetlen, aki soha életében nem látta Jézust. Egyszerűen személyes kapcsolat nem volt köztük, Pál fellépése már létező kereszténység üldözésével kezdődik, legalábbis ez derül ki az apostolok cselekedeteiből. Ő maga Jézussal soha semmiféle kapcsolatban nem állt, mármint személyesen, teológilag ugye ezt úgy szokás megfogalmazni, hogy ő a feltámadt és felmagasztosult Krisztussal találkozott életében először, ismeretes módon a damaszkuszi úton. Az élő Jézusról rendkívül keveset tud. Következésképp, ez egy nagyon fontos vonása ennek az egész dolognak, Jézus személyes tanításairól alig tud valamit. Ez nagyon fontos, ha olvassák Pál leveleit. Pál levelei elsősorban a Jézusra vonatkozó tanítások teológiai kifejtéséről szól, és nem Jézus saját tanításainak a kifejtéséről, amikor valószínűleg nem különösebben tudott. Nagyon bonyolult a viszonya, és ez az egész későbbi a kereszténység történetét nagy mértékben meghatározó probléma, hogy milyen volt tulajdonképp Pál viszonya azokkal az apostolokkal, akik ismerték személyesen, tehát akiknek a számára Jézus személyes tanítása meghatározó volt. Szemben Pállal, akinek a Jézus Krisztusra vonatkozó tanítása meghatározó, és nem Jézus személyes tanítása, amit hát hallani a saját két fülével soha nem is hallott. Gondolom a Brian életét mindenki látta, ott valamennyire ez a konfliktus megjelenik. Pálnak ennél sokkal súlyosabb konfliktusai támadnak a későbbiekben, majd erről megpróbálok valamit mondani, hogy ez mikben jelenik meg például az evangéliumok problémáiban, amit nyilvánvalóan Pál halála után kellett, hogy íródtak, mert ellenkező esetben Pál legalább az egyiket ismerné közülük. Tehát valószínű, hogy még az első században keletkezett evangéliumot sem ismeri. Ez nagy valószínűség, a tudomány mai állása szerint ez Márk evangéliuma. Tehát az lehetett a legkorábbi, érdekes módon egyébként a legrövidebb az összes evangélium közül, ha pusztán hosszra összehasonlítják.
Amit itt még érdekes poénként mindenképpen el akarok ebben az ügyben mesélni, az a négy evangéliumban ugye a Jézus maga által kijelölt 12 apostol, akik azt mondom, most már ezt nem fogom többé mondani, Pál nem szerepel. A legizgalmasabb itt a 11. apostol. A három evangéliumban szerepel név szerint mind a 12, a három úgynevezett szinoptikus evangéliumban, és mindegyikben a nevek egyeznek, legfeljebb a sorrend nem teljesen azonos. Van, ahol melléknevek is szerepelnek, itt XY a mennydörgős. Van például ilyen az apostolok között, Péter a kőszikla, stb. Amikor végigmegy, a legérdekesebb ebből a szempontból Márk, ugye a legrégebbi evangélium, ahol a 11. apostolt egészen pontosan az evangélium görög szövegében úgy hívják, hogy Simon ho Kanályosz. Na ez azért nagyon érdekes, nem tudom, van-e, aki tanulónak közül görögül, aki tanul, akkor az nyilván fölismeri, ilyen görög szó nincs. Fogalmunk nincs, hogy mi az ördög ez a Simon ho Kanályosz. Az érdekessége a dolognak az, hogy a következő evangélistáknak úgy tűnik már a Márkféle kézirat a keze ügyében volt, és ők se értették. Nincs ilyen görög szó, hogy Kanályosz. Ha jól emlékszem, a Máté evangéliumában, mint következőben, tehát úgy tűnik teljesen az ember benyomás, hogy elolvasta, mi a franc lehet ez, értelmet adott neki, belenyomott egy szótagot. És ez akkor most úgy néz ki, Máténál az áll, hogy Simon ho Kananaiosz. Most ennek van értelme, ez azt jelenti, hogy a kánaánita. Ennek egyetlen, tehát nyelvileg van értelme, ennek van egy nagyon súlyos hátulütője, hogy logikailag viszont semmi értelme nincs. A kánaániták akkor még csak olyan kb. 1000 éve tűntek el. Mindenki tudta az Ószövetségből, hogy voltak kánaániták, de hát nincsenek kánaániták, micsoda ötlet ez az első században. Jézus egyik apostola, Simon a kánaánita. Ez, hogy mondjam, ez körülbelül olyan, mint a Lajos a neandervölgyi. Szóval teljesen elképzelhetetlen történeti értelemben. De ez láthatólag a következő evangelistának, Lukácsnak is komoly problémát kellett, hogy okozzon, de ő tudja, hogy miről van szó. Ez borzasztóan érdekes. Lukácsnál ugyanis ugyanennél a 11-es számú apostolnál egyszerűen annyi áll, hogy Simon ho Zelotes. Zelotész. Az elóta. Ezt akkor gondolom most három mondattal meg kéne magyarázni, de ennek van értelme. Ennek a szónak a zelótáknak hívták, most nagyon leegyszerűsítem, a júdeai azon vallási zsidó lázadókat, akik kirobbantották a római birodalom elleni júdeai háborút, és végig is harcolták. Tehát, ha ez mond valamit, Maszada védői például zelóták voltak. Maga a szó természetesen görögül van, és egy ószövetségi héber kifejezést fordít görögre. Aki tud angolul, az nyilván annak ismerős. Ebből van egy angol szó, a zel. A buzgóság, a szorgalom, az igyekezet. A zelótes az, aki, hogy mondjam, nagyon buzgó. Ezzel él vissza egyébként az egyik forgalomban lévő magyar katolikus újszövetségfordítás, ahol megnéztem direkt Lukács evangéliumában ezt a helyet úgy fordítják, hogy a buzgó Simon. Na most jelentkezzen az, aki ebből rájönne arra, hogy ez a buzgóságnak speciel, mind a görögben, mind a héberben az a kifejezése, ahol az ember buzgóságból öl. Tehát magyarul olyan hitbuzgó, hogy aki nem hitbuzgó körülötte, annak, ahogy mondjam, hasába döfi a kését. Most erre a maguknak mi jut eszébe a buzgó Simon? Hát vagy az, hogy buzgón imádkozik, esetleg nem tudom, serény kezei alatt ég a munka, szóval sok minden eszembe jutna, csak az nem, hogy ez egy zelóta, és hogy itt a zelóta szót fordítják simán, egyszerűen, és minden magyarázat nélkül buzgónak magyarra. Viszont az, hogy ezek szerint, több kérdést vett fel, amiket persze nem tudunk megválaszolni. Az egyik az, hogy ezek szerint Lukács érti, hogy mi a fene a jelző, állandóan Simon neve mellett, vagy esetleg tudja, hogy ez a Simon kicsoda volt, tudja, hogy zelóta volt, és egyáltalán nem óhajtja ezek szerint leplezni azt a
meglehetősen súlyos kérdés, hogy Jézus közvetlen tanulmányi körében van zelóta. Mondja? De hogyha Máté kitalálható, hogy Simon Kánaánita volt, akkor miért ne találta valaki Lukács, hogy zelóta volt? Ez egy annyiban jogos kérdés, hogy itt arra szokás gyanakodni, hogy Máté egyszerűen nem tudta, hogy Simon micsoda volt. Ő egyszerűen a Mártnál található kifejezést, a kánájaszt akarta értelmezni. És hát azt gondolta, hogy itt kimaradt egy szótag, hát ennek nincs semmi értelme, görögül. Annak, hogy kánájaszt, annak van értelme. A Lukács viszont egyszerűen tudja. Legalábbis ez egy fölvethető dolog, azért meri minden helyet beírni. De akkor még egy fontos mondat, ami talán megválaszolja a kérdését, hogy ezek után, ha visszamegyünk a Márk említett megfogalmazására, akkor hirtelen fénygyúl az ember agyába, legalábbis én is így éreztem, ugyanis a zelóta, ugye, mint említettem, görögül van. Ez héberül úgy hangzik, hogy kanály. És akkor ez megvilágítja, hogy a Márk ezek szerint tudta. Effektíve a héber kifejezés, és azt is tudta, hogy ez a Simon, ez egy kanály, egy zelóta. Csak éppen, hogy mondjam, vagy nem ugrott be neki, hogy hát ez erre van görög szó, nem ez nem az, hogy zelóta, vagy amire nagyobb esélyt látok, valamilyen módon ezt elóhajtotta rejteni. Ne felejtsük el, a korai kereszténység egy préritus sebességével terjed a római birodalomban, és ugye az a probléma, hogy az előbb mondtuk, hogy Pál nem ismert írott evangéliumokat, tehát az írott evangéliumok vagy egykorúak a már kirobbant júdeai háborúval, vagy későbbiek, mint ez a háború. Azt az egész római birodalomban mindenki, legalábbis aki politika iránt érdeklődött, azt tudta, hogy a római birodalom eddigi egyik legsúlyosabb megpróbáltatása a zelótákkal vívott háború Jeruzsálemben és környékén. Nem óhajtották, hogy mondjam, nagy dobra verni, hogy Jézus legszűkebb tanítványi körében is volt zelóta. Most teljesen függetlenül, hogy nem tudjuk egészen pontosan, hogy értsük ezt a tényt. Minden esetre, ha az ember eltököl rajta történeti értelemben, akkor bizonyos zárványszerű evangéliumi helyek, mintha egy árnyalatnyival világosabbak lennének. Tehát ilyeneket, amit nem kevéssé szokás azért idézni Jézus logionjai, tehát beszédei közül, mint például a nem a békét hoztam, hanem a kardot. Hogy kerül ez a mondat, aminek hogyan se előzménye, se folytatása nincs a jézusi beszédekben. A másik, ami hát az már egy izgalmasabb kérdés, ugye az abban minden evangélium egyetért, hogy ahol a világvasárnapot leírják, ott ugye Jézus, idézem, nőstény szamárnak vemhén érkezik Jeruzsálembe, ami szemmel láthatóan egy tudatos törekvés, hogy mondjam, az autostopnak egy sajátos változata, tudnik láthatóan keres vemhes nőstény szamarat. Most azt világossá teszi a Magyar Bibliában, ráadásul az átutalások meg is vannak, teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy ez egy konkrét ézsaiási, messiási proféciára megy vissza, ahol nőstény szamárnak vemhén fog a messiás megérkezni Jeruzsálembe. Jézus Jeruzsálem határába kerít egy vemhes nőstény szamarat, felül rá is így vonul be, és mit tesz Isten? Az evangéliumból látjuk, hogy a tömeg veszi a lapot. Ugye a tömeg világokat szór a szamár léptei elé, és közben azt kiáltják, ugye, hogy Hozsánna néked, Dávid fia. Na most Dávid fia az nyilvánvalóan a messiás, a hagyomány szerint, és ebben a pillanatban nincs olyan királyság Judeában, ami visszatudná Dávidra vezetni. Tehát magyarul egyedül onnan tudják, hogy Dávid fiával állnak szemben, hogy, ahogy megvan írva a profétáknál, nőstény szamának vemhén vonul be Jeruzsálembe. Most a kor kurrens messiás várását azt viszont elég jól ismerjük, nem utolsó sorban például onnan, hogy a Jézus legszűkebb tanítványi köréhez tartozik ugye Péter, ezt mindenki tudja, és őt kérdezi meg, ha emlékeznek rá egy helyen Jézus az evangéliumban, hogy kinek tartanak engem az emberek. Amire Péter elmondja, hogy Illés profétának, meg mit tudom én mi a frazza, és te Péter, kinek tartasz engem? Amire nem esetszerűséggel közli, hogy te vagy a Krisztus, az áldottnak fia, mondja Péter, amire ugye jön az a Jézusi beszéd, hogy boldog vagy te Péter, mert ezt nem
hogy mondjam, hús és vér súgta meg neked, hanem a Szentlélek. De nem marad abban a beszélgetés, csak eddig szokás idézni. Péter következő kérdéséből teljesen világosan kiderül, hogy mit gondol ő arról, hogy valaki a Krisztus, tehát magyarul a messiás. Ugye erről nem beszéltünk, de ezt mindenki tudja, hogy a messiás görögül az Krisztus. Ez egyszerűen egy fordítás. A következő kérdése ugyanis Péternek így hangzik. És mondd, Uram, a közeli napokban állított helyre Dávid beomlott sátorát? Ezen a mondaton érdemes elgondolkodni, mert ezt viszont történelmileg elég jól be tudjuk lőni, hogy az első század 30-as éveiben mit jelent tulajdonképpen ez a kérdés. A felállítani vagy helyreállítani Dávid beomlott sátorát, az nemes egyszerűséggel annyit jelent, vagy lefordítható ez a kérdés így is, hogy és már holnap reggel éjgyomorra nekivágunk a világháborúnak, vagy egy kicsit később. Tehát magyarul, hogy nekiesünk a római birodalomnak, hiszen végre megérkezett a Dávid házból való Istentől felkent király. Úgyhogy legfőbb ideje, hogy ezt a pogány világbirodalmat belesodorjuk a tengerbe, vagy még várunk néhány napot. Körülbelül ezt jelenti a kérdés, amiből teljesen világos, amit egyébként is tudunk, hogy a kurrens messiás várás, kurrens alatt most egyszerűen azt értem, hogy a többségi, tehát ahogyan a messiást elgondolták. A messiás az nem egyéb, mint isteni hatalommal a zsidó tradícióban. Isteni hatalommal felruházott, és hogy mondjam, Isten kegyelme által segített, ha tetszik, katona uralkodó, aki helyreállítja egyrészt Izrael házát, tehát magyarul, hát ma magyarra úgy fordítanánk, hogy a politikai függetlenséget, és utána, hogy mondjam, mind a világ egyetlen legitim uralkodója nekiesik a pagány világbirodalomnak, jelesül a római birodalomnak, és szétveri. Ismeretes módon nem egészen ez történik a kereszténység első századában, de azért a háború kitör rendesen, és hát 66-70-ig tart a teljes szétszóratással, szörnyű pusztulással, és mindenek előtt a Szentély leomlásával jár együtt, ami felvet újabb súlyos vallástörténeti kérdéseket számunkra, amit hát legalábbis jobb részben teológiai, részben vallástörténeti könyveket, most a saját véleményemet mondom persze, az jellemez, hogy ezt a kérdést gondosan kikerülik. Ez a kérdés ez nemes egyszerűséggel az, hogy milyen képe lehetett Jézus eltávozása után a jeruzsálemi keresztény ősgyülekezetnek arról, hogy tulajdonképpen kinek a szentélyébe járnak ők naponta háromszor. Itt konkrétan tessék belegondolni, a szentélyben nem meditációs elmélyedés végett jártak a korabeli emberek, hanem például véres áldozatot mutatni be. Vagy valamilyen áldozatot mindenképpen. És a szentély, hát ha a egyházi visszaszámlálás időben stimmel, akkor ugye Jézus körülbelül 33-ban hal meg, hát legalábbis, hogy mondjam, standard számítások szerint, a szentély pedig csak 70-ben semmisül meg. A kettő között, tehát, amit mi tudunk, volt Jeruzsálemben egy keresztény ősgyülekezet, amit Jézus fivére vezetett, Jakab. Majd Jakab halála után, amikor állítólag meggyilkolják, akkor egy Simon nevű veszi át a jeruzsálemi ősgyülekezet vezetését, aki szintén Jézus fivére. Ez egyértelműen kiderül az apostolok cselekedeteiből és Pál leveleiből is, aki őket személyesen is ismeri. Kicsit megtévesztő itt a magyar fordítás, mert ugye a magyar fordításban mindenütt azt találják, ha Pálnak ezeket a megnyilvánulásait olvassák, hogy és beszéltem az Úr atya fiával. Na most ezt mi ma magyarul már hajlamosak vagyunk úgy érteni, hogy hát mindannyian atyafiak vagyunk, hát most az egyikkel beszélt közülük, de nem, az Adelfosz az egészen egyértelműen vérszerinti fivért jelent, és nem is nagyon lehetne máshogy megmagyarázni, ha emlékeznek, nem tudom hányan olvasták el rendesebben az apostolok cselekedeteit, hogy ugye Pál az, aki masszívul nyit a pogányok felé. Ugye ő a pogányok apostola a későbbi tradíció szerint, tehát ő kezdi el tulajdonképpen a keresztény igehirdetést, az evangélium hirdetését kivinni a zsidóság körén kívül. Ez pogány területeken eddig is működött, de a pogány területeken belül is a zsidó szórványok között működött. Tehát nem volt ilyen hatalmasra tárva a kapu
a pogányok felé, Pál ezt masszívul elkezdi, és az ebből adódó konfliktusok azok hírekben visszajutnak a jeruzsálemi ősgyülekezethez, amit, mint említettem, Jakab, az igazságos, Hodikájosz, mondja a szövegünk, ő vezeti, és a problémák, nem tudom, biztos azért van, aki ugye olvasta az apostolok cselekedeteit, vagy már találkozott az ott megjelenő problémákkal. Láthatólag ugyanis a jeruzsálemi gyülekezetnek egy ideig nincs semmi kifogása ellene, hogy Pál a pogányok közt hirdeti az igét. A probléma akkor jelentkezik, amikor hát ugye létrejön egy keresztény gyülekezet, ami áll részben zsidókból, olyan zsidókból, akik Krisztus hívők, és olyan pogányokból, akik a prédikáció hatása alatt szintén Krisztus hívők lettek. Most az egyetlen probléma az, hogy ezek nem tudnak egymással leülni egy asztalhoz. Ugye, mert az egyik két pofára disznóhúst eszik, mondjuk nagyon egyszerűen fogalmazva, a másik nem. De van ennél rosszabb is. Áldozati hús például. A mészárszékeken, azért zömmel, pogány vidéken természetesen áldozati oltáron levágott állatot árulnak. Egyszerűen így működik az áldozati oltár. Szóval az mészárszékként is működik. Nem minden áldozat egészen elégű áldozat, ahol nem eszik meg, hanem egyszerűen elfüstölik, hanem őrült mennyiségben van. Ha tisztességesen olvasnának Homéroszt, akkor ott teljesen világos lenne, hogy egyszerűen Homéroszán egy csomó esetben nem tudjuk, hogy ez most hogyan piknik, vagy áldozat valamelyik Istennek, mert keveredik a kettő teljes joggal. Na most elképesztő problémákat okoz, hogy nem tudják egyszerűen teológiailag eldönteni azt a kérdést, hogy aki Krisztus hívővé válik, és belép az egyházba, az zsidóvá is vált, vagy sem? Kellene kitartani a törvényt, vagy nem? Férfiak esetében ugye ez bizonyos kellemetlenségekkel is jár. A többieknél csak diét a probléma. De hát ugyanez meg van fordítva is, tehát tulajdonképpen egy zsidó nem ehet pogány áldozati oltáról származó hús. Nem tud leülni egyszerűen egy asztalhoz. Na de ugyanakkor a keresztény gyülekezetet, most képzeljük el azt a keresztény gyülekezetet, ahol az emberek nem képesek együtt enni egy asztalnál. Most ebből egyre súlyosabb és súlyosabb konfliktusok, veszekedések, nyilván mindenféle teológiai megoldások vannak. A végén úgy tűnik, hogy Pál egyszerűen mintha túltenné magát ezen a problémán. Üljenek le és zabáljanak. Hát körülbelül ez a, most nagyon leegyszerűsítem, csak a poén kedvéért, de mindesen valami olyat kellett, hogy mondjon, ami egyszer csak kiváltja azt, hogy a jeruzsálemi ősgyülekezet bepöccen. Akárhogy is a tekintélyük óriási, mert ők Jézus közvetlen gyülekezete. Tehát, és akkor üzennek Pálnak, hogy gyere már ide, ezt a kérdést azért meg kéne beszélnünk. Ezt Pál is részletesen leírja, meg az abcselben is szerepel. Itt az árnyalatokra érdemes odafigyelni, hogy és Pál útnak ered. Na most az egyik, ami fontos belőle, az, hogy ezek szerint, ha a jeruzsálemi ősgyülekezet füttyentett egyet Pálnak, hogy tessék Korintoszból idejönni, számot adni viselt dolgairól, akkor Pál felkel és elindul. Tehát ez azt jelenti, hogy a jeruzsálemi ősgyülekezetnek ebben a pillanatban még óriási a tekintélye, a szentély még áll, és gyakorlatilag a szentély előcsarnokaiban él a jeruzsálemi ősgyülekezet. A külön érdekessége, hogy a Pál levelekből megtudjuk, hogy a Szent Titusz, Pálnak az a kedvenc tanítványa, amikor meghallja, hogy Pált a jeruzsálemi ősgyülekezet magához intette, és Pál készül útra kelni, már, hogy mondjam, csomagolja a bőröndöt, akkor ez a Titusz, ha jól emlékszem, Titusznak hívják, Titusz azt mondja Pálnak, hogy nem kéne azért oda menni Jeruzsálembe, mert ezek farkasok. A magyarul, hogy ez életveszélyes. Pál ennek ellenére hősiesen vállalja, de azt mindenkinek szeretném a figyelmét csak felhívni, hogy azért nekünk mégiscsak az az alapképünk a legkorábbi keresztény gyülekezetről, hogy mondjam, égnek fordított tekintettel, füvetevő, békés társaságról van szó. Na, ezek szerint azért ezen a társaságon belül elképzelhető volt azt mondani Pálnak, hogy te ne menj oda, ez életveszélyes. Mármint a jeruzsálemi ősgyülekezethez elmenni. De valószínűleg igaza volt egyébként, jó lehet Pál megúszta a dolgot, de minden esetre ugye Pál megérkezik az abcsel szerint Jeruzsálembe, hol az ősgyülekezetnek mi az első utasítása Pálhoz? Hát, hogy menjen beáldozni a szentélybe. Ugye teljesen világos, hogy valószínűleg azt akarják megnézni, hogy hát mennyire vallásos még ez az ember.
Tehát ehhez a körhöz tartozik. Na most az, hogy Pálnak el kell mennie áldoznia az ősgyülekezet felszólítására a jeruzsálemi szentélybe, ebből az napnál világosabban következik, hogy a jeruzsálemi ősgyülekezet is nyilvánvalóan ezek szerint áldozott rendszeresen a szentélyben. Pál áldoz, ezután már csak egy súlyos teológiai vita maradt hátra, ezt gondolom valamennyire mindenki számára ismerős, elismerik Pált apostolnak, ami nyilván egyáltalán nem volt magától értetődő, hiszen ő nem volt Jézus tanítványa. De elismerik apostolnak, mégpedig a pogányok apostolának, ugye ez újszövetségi megfogalmazásban úgy hangzik, hogy a jeruzsálemi gyülekezet a körülmetéltek apostola, Pál pedig a körülmetéletlenek apostola. És ettől kezdve tulajdonképpen kvázi béke van, amíg mindig a júdeai háború előtt vagyunk, Pál elindul és elkezdi egyik egyházát alapítani a másik után, és nem szoktunk rajta gondolkodni, de hadd emlékeztessek, hogy ezzel egy nagyon súlyos és egy olyan probléma lép be, amit nem tudunk igazán elképzelni. Jó lehet, ezt a problémát nyilvánvalóan megoldották, hiszen meg van oldva, de nem tudjuk elképzelni az elejét. Én csak azzal szeretném a figyelmet felhívni, hogy általában nem szoktunk egyáltalán felfigyelni arra, hogy itt van egy probléma. Nagyon egyszerű. Mi a fenét hirdetett Pál? Ez egy, úgy értem, hogy volt ez megformulázva. Gondoljanak bele. A jeruzsálemi ősegyház is megállás nélkül hirdette nyilvánvalóan, hogy Krisztus a messiás Jeruzsálemben, meg környékén. De ott mennyivel egyszerűbb dolguk volt. Ki kellett lépni a zsinagóga tornácára, és a jelenlevő istentiszteletre összegyűlt tömegnek azzal lehetett kezdeni, hogy képzeljétek, eljött a messiás. Mondta erre a tömeg, ki az? De innentől kezdve már, interpersonális kapcsolatban le lehet adni a dumát. Na most, ez eddig teljesen világos, de most képzeljük el szegény Pált. Pál pogányokat térít. Na most hát próbálják maguk elé képzelni, hogy megjelenik Athénban mondjuk a Stoa csarnoka mellett, az Agora szélén, ahol összegyűl egy csomó görög, hogy ki ez a furcsa hapi, és kiáll és azt mondja, hogy mit mond, hogy képzeljétek, eljött a messiás. Hát nyilvánvaló, hogy a tömeg azt kérdezi, hogy az mi? Hát a teremtő Isten küldte. Mit csinált Isten? Szóval gondoljanak bele, tökéletesen ismeretlen, nem bibliai közegben kezd el működni. Jó lehet, már legalább 200 éve megvan görögül a Biblia, a Septuaginta, de hát elég valószínűtlen, hogy ezt ilyen mennyiségű ember olvasgatta szerte a Római Birodalom görögül értő részében. Tulajdonképpen nem tudjuk, hogy maga ez a térítés pontosan hogy zajlott, az látszik, hogy, még egyszer mondom ezt a hülye hasonlatot, hogy mint a préritűz. Szóval elképesztő sebességgel, ugye gondoljanak bele, hogy Néró a 60-as években már a leégett Rómában azzal vádolhatta a keresztényeket, hogy ők gyújtották fel a várost. Tehát akkor ez elég gyorsan kellett, hogy történjen. Ez azt jelenti, hogy 30 év alatt már nem csak sok keresztény volt Rómában, de ráadásul utálták is őket, és bármiféle rágalmat rájuk lehetett sózni. Az egyetlen, itt visszatérünk a tulajdonképpeni tárgyunkhoz, az egyetlen megfogható dolog az új szövetségben, hogy mégis hogy történt ez az ige hirdetés. Úgy értem, hogy fogalmi szinten hogy történt, nyelvileg hogy történt. Arra, ha nem vagyok egész hülye, akkor azt hiszem az Abcsel 17. fejezete, vagy 15, vagy 17. Érdemes, otthon nézzék meg. A magyar fordításban a fejezet cím Pál apostol athéni beszéde. Nem tudom, van-e aki. Ismerte már, óriási szakirodalma van ennek a beszédnek. Pál megérkezik Athénba, és neki fog. Természetesen sokkal ügyesebben, mint ahogy én azt az előbb parodizáltam, nem azzal kezdi, hogy képzeljétek, eljött a messiás. Sokkal rafináltabb, egészen zseniális, és nagyon mélyen a korban gyökerező megoldást választ. Csak ezt tudni kell, hogy Athénben az Areios Pagoson, tehát az Árész dombján, körülbelül ugyanolyan oltárok és kis templomok álltak, mint amit Rómából, a Pantheonból ismerünk. Tehát magyarul lehetőleg a legtöbb istennek állítottak ott oltárt, szobrot, valamit, ami mellett, hát mit tudom én,
a világot járó görögök és a világot járó idegen turisták, mindenki a saját istenének azért ott tudott áldozni. Tehát be tudta mutatni háláját, hogy nem szenvedett hajótörés, mit tudom én, ilyesmit. Na most itt is, mint a római Pantheonban, egy egész gyűjtemény volt, tehát tetszőleges Mithrasztól kezdve akárkinek lehetett ott áldozni, mert voltak oltáraik. Igen ám, de a görögök ennél sokkal rafináltabb népség, meg ráadásul sok évszázados filozófiai iskolázottság volt már a hátuk mögött. Tehát ők tudtak választ arra a kérdésre, hogy mi van akkor, ha valakit kihagytunk. Ugye, az, hogy mondjam, egy Isten nem biztos, hogy jó néven veszi, ha itt mindenkinek áldoznak, csak pont neki, nem? Ezért a töménytelen mindenféle vallás, mindenféle oltárak között felállítottak egy olyat, mi ezt tulajdonképpen csak innen tudjuk, felállítottak egy ilyen, hogy mondjam, szép formás oltár, de nem ábrázolt semmit, amire egyszerűen az volt leírva, hogy Agnostos Theos, az ismeretlen Isten oltára. Ez, hogy mondjam, azt jelenti, hogy jelentősebb alkalom, akkor 6-8 Istennek egyszerre lehetett áldozatot vagy hálaáldozatot bemutatni, és akkor per tangentem, hát a fene tudja, talán kihagytunk valakit, áldoztak egyet a Agnostos Theos, az ismeretlen Isten oltárán is. Athénban nem maradt fent, tehát mi tulajdonképpen csak az apostolok cselekedetéből tudjuk, hogy volt ilyen, viszont Rómában az ásatások során a Tiberisből előkerült az, hogy ott volt egy ismeretlen Isten oltár, tehát nyilván ennek analógiájára kell elgondolnunk az athénit is. Na, Pál ehhez az oltárhoz ment oda, ráteszi a kezét, és ünnepélyesen elkezd beszélni, hogy az ismeretlen Istent hirdetem néktek. És egészen zseniálisan átfordítja az ismeretlen Isten fogalmát abból, hogy, hogy mondjam, az ismeretlen Isten eredeti fogalma itt ennyit jelentett, hogy hát az a kifene volt, akiről esetleg elfelejtkeztünk. Na ezt ő teljesen átfordítja az ismeretlen tulajdonképpeni Isten, akihez képest a többiek mind közönséges démonok. Ennek a fogalmába is, hát hogy mondjam, tulajdonképpen egészen röviden elmeséli a Biblia tartalmát. Hát körülbelül ez történik, be kell vezetnie, hogy ez az Isten teremtette a világot, az embert, stb. Stb. Majd a háttér, tehát tulajdonképpen megalkotja a felvezetését annak, hogy a megváltó eljöhessen. Tehát, hogy valamilyen módon egyszer csak legyen értelme annak, hogy ő azt mondja, hogy és eljött a szótér, a Krisztus, a megváltó, mert ellenkező esetben ez nincs előkészítve, akkor tökéletesen értelmetlen. A pogány vallások 95%-a nem megváltó vallás, tehát egyszerűen fogalmilag sem ismeri ezt a dolgot. Most valamilyen módon nyilvánvalóan, hogy visszatérjünk a alapvonalra, a Márgion is ebből indítja el. Tehát, hogy mondjam, kulturálisan és szellemileg ebbe kapcsolódik bele, ő Agnostos Theosnak hívja a tulajdonképpen ismeretlen Istent, aki nem teremtett világot, ezzel szemben ő küldte el a megváltót, aki szerinte is Jézus Krisztus. Tehát itt van őrültül megtekerve a dolog. Ő azt állítja, hogy hát ugye szembeszegezték neki azt a kellemetlen kérdést, hogy Jézus egy csomó dumája tele van ószövetségi idézetekkel. Pál levelei tele vannak, ahányszor Pál azt mondja, hogy amint megvan írva az írásokban, az mindenütt az ószövetségre vonatkozik, látszik is, mert Szeptuagintát kezd el rögtön idézni. Ez még az előzőt is jól illusztrálja, amit mondtam, hogy nincs új szövetség Pál működése idején. Az írások az egyértelműen mindig az ószövetséget jelenti Pál szájából, és a tulajdonképpen erre épít Márkion, és azt mondja, hogy a páli leveleket a zsidók meghamisították. A magyarul ki akarják sajátítani, pontosabban hát arra vezeti őket a bibliai teremtőisten, hogy sajátítsák ki és használják ki a maguk oldalán a megváltót, márpedig Márkion szerint ez így egy tökéletesen sikertelen megváltás lesz, hiszen a börtönigazgató elküld, hogy mondjam, kulcssal a kezébe valakit, hogy szabadítson ki a cellából, az nyilvánvalóan csak átverés lehet, mert tulajdonképpen esetleg átvezet egy nagyobb cellába. De hát az a börtönigazgatónak a küldönce, tehát itt a legfontosabb, hogy ez érthető legyen, az a megfogalmazás, hogy a gnózisban, minden gnózisban, a megváltás az mindenek előtt a világtól való megváltást jelenti. Vagy ha jobban tetszik, a világból
való megváltást. Érthetően, hiszen mondtam, hogy az idegen az alapfogalma a glózisnak. Hát ha valakit a téma nagyon érdekel, amit szerintem megér ez a téma, és mondjuk történetesen tud németül, vagy fog tudni. Az érdemes, hogyha megjegyzik, egy olyan, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt jelenhetett meg körülbelül, ketten csinálták, csak az egyiknek tudom a nevét, de azt föl is írom. Ebben a pillanatban körülbelül a Németországban az egyetlen olyan filozófus, aki valóban produktív filozófus, tehát nem filozófia történettel foglalkozik, hanem filozofál. Az illetőt úgy hívják, hogy Péter, hát Sloterdijknek van írva, Sloterdijknak kell a nevet ejteni. Én egyszer megkérdeztem tőle, hogy mi a francot jelent a neve, amire azt mondta, hogy hát valószínűleg holland eredetű lehet a család, ez hollandul ugyanis vágóhidat jelent. Mondtam, hogy marha jó név. Valakivel együtt csináltak egy nagy kétkötetes kiadást, ami tulajdonképpen egy gnosztikus olvasókönyv. Ha jól emlékszem, a két kötetnek az a címe, hogy Die Welt Revolution der Seele, a lélek világforradalma. Ez egy egészen fantasztikusan jó szöveggyűjtemény, amiben a gnózisról szóló legfontosabb tudományos tanulmányokból van egy nagy válogatás, és tömérdek gnosztikus szöveg. Ez nagyon fontos, tehát. És az első kötethez maga a Sloterdijk írt egy nagyszerű bevezetőt, egy bevezető tanulmányt. Tulajdonképpen ebből akartam idézni, mert nagyon egy mondatot csak, ami nagyon pontosan jellemzi a mindenkori gnózist. Hát mindenek előtt ő úgy jellemzi, hogy a világtalanság vallása, ami egy nagyon pontos megfogalmazás, hogy ugye világos a világhoz, az univerzumhoz való előbb említett viszony jelzi, hogy az az, amihez a léleknek semmi köze. A lélek idegen ebben a világban, és így fogalmazza meg, hogy az ember tehát in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt van. Ezt körülbelül úgy lehet lefordítani, hogy e világban, de nem e világról való. Körülbelül ez a lényege, és a megváltás az, a gnosztikus megváltás. Most talán már érthetőbbé válik, miért olyan fontos, hogy a gnózis szó az megváltó tudást jelent. A legtöbb gnózisban tulajdonképpen a megváltó azt az egész történetet mondja el a megváltandó léleknek. A megváltandó léleknek ugyanis az a jellemzője, ami mindannyiunké, akik itt ebben a teremben vagyunk, hogy mi azt hiszük, hogy e világról valók vagyunk, nem csak azt gondoljuk, hogy ebben a világban vagyunk, hanem azt is gondoljuk, hogy jó, a lélek egy teljesen más természetű része az embernek, mint a teste, de attól az még ennek a világnak, hogy mondjam, egy különleges eleme, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt megfogalmazni. Tehát azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy ők nem idegenek ebben a világban, hát legfeljebb szarul érzik magukat ebben a világban, az nagyon gyakori, de attól még ebben a világban van az ő helyük, hazájuk, stb. Ezeket világítja meg, világosítja fel a gnosztikus megváltó, hogy ez nem így van, hogy ők idegenek. Tehát tulajdonképpen arra ébreszti rá, hogy egészen máshonnan származik minden kellemetlenségét és baját, ami ebben a világban van, tehát meg lehet magyarázni. Azért van, mert ő otthontalan ebben a világban, és a feladat a kiszabadulás ebből a világból. Ez aztán a különböző gnosztikus rendszerek a legkülönbözőbb módon oldják meg. Visszatérve a Márkionnál a legfontosabb, amit az elején mondtam, hogy a legtöbb dologban ő is olyan, mint az összes többi jobb gnosztikus egyház. Van egy egészen döntő különbség, ami csak Márkionra jellemző. Egy borzasztóan érdekes dolog, nevezetesen, hogy őnála az idegenként fogságba ejtett szerencsétlen emberi lélek, ami itt döglődik ebben a világban, az égvilágon semmilyen összefüggésben nincs az Agnostos Theosszal. A mindeneken túli jóságos, ismeretlen Istennel, tehát nem abból a fényvilágból származik, nem az isteni szikrák egyike, stb. Tulajdonképpen a lelket is ez a gonosz és kissé korlátolt teremtő Isten teremtette, de hát azért jobbat érdemelne ez a szegény lélek. Bizonyos esetben túl jól sikerült a léleknek a megteremtése, és a lélek tényleg idegen, de hát nem tud kiszabadulni innen, mert része ennek a börtönnek, ahova be van zárva. És most jön a csavar a dologban. Azt mondja Márkion, hogy az ismeretlen Isten
semmiben nem felelős, sem a teremtésért, sem a lélek ide bezárt sorsáért, semmiért a világon, de végtelenül jóságos. És egész egyszerűen megesik a szíve az ide bezárt emberi lelkeken, jól lehet a világon semmi köze hozzájuk. Ezt főleg azoknak javaslom az ezen való, akár történeti eltűnődést, akik mondjuk, mit tudom én, protestáns teológiával kicsit is behatóbban foglalkoztak, nevezetesen a kegyelemtan problémájával. Ugye például az egész lutheri reformáció az állandóan abból arra a döntő fogalma, ami miatt, hogy van, paulikiánusnak, tehát Pálhoz hű teológiának tekinti magát, az ismeretes módon Pál leveleiben azok a kirohanások, hogy a cselekedet nem üdvözít, egyedül a hit. Ami annyit jelent, hogy kiérdemelni nem lehet az üdvözülést, az egyszerűen kegyelmi ajándék. Tehát Isten kifürkészhetetlen, merő jóságból ajándékoz üdvösséget, vagy nem ajándékoz, de hogy mondjam, az ember egy életen keresztül a feje tetejére állhat jóságból, akkor sem fogja kiérdemelni az üdvösség kegyelmét, mert vagy megkapja ezt a kegyelmi ajándékot, vagy nem. És kétségkívül Pál leveleiben ez a fajta kegyelemtan az egyik uralkodó gondolat, számos levélben, számos ponton jön elő, és hallatlanul izgalmas. Most nem ez az érdekes, hanem ezért mondja azt Márkion, hogy ő az egyetlen, aki valóban hűséges Pál leveleihez. Mert ő valóban azt állítja, hogy a mindeneken túli, végtelen jóságú, ismeretlen Isten semmivel nem tartozik a megváltandó embereknek, ezt nem lehet kiérdemelni, ez egyszerűen, hogy mondjam, megesett a szíve. Az összes többi gnosztikus rendszerben, hogy mondjam, az ismeretlen Isten bizonyos fokig egoista, hogy nem a hozzátartozó lelkeket, meg a hozzátartozó fényszilánkokat akarja a megváltás útján kiszabadítani ebből a fegyházból. Márkionnál nem. Na most röviden megpróbálom befejezni. Az egész kérdés azon jön szóba, amivel ugye az elején beszéltünk, hogy Pál működése idején, durván fogalmazva, nincs még új szövetség. Természetesen van keresztény igehirdetés, de nincs írott új szövetség, Pálnál magánál is mondom, a hivatkozás az írásokra, az mindig az új szövetségre vonatkozik. Tulajdonképpen ez felvet egy olyan kérdést, ami nem szoktunk gondolkodni, mert annyira hozzászoktunk, hogy a Bibliának ugye van egy olyan nevű része, hogy új szövetség, és ezért nem szoktuk felvetni azt a kérdést, hogy miért van? Hát ha Pál el volt új szövetség nélkül, legyünk őszinték, és ezek szerint az egész környéke, a jeruzsálemi ősgyülekezet is primán el volt új szövetség nélkül, akkor miért írták? Tehát hogy mi a fene volt, ami kiváltotta? Na most a legkorábbi eretnek vadászok, itt most mindenek előtt, mit tudom én, Szent Ireneuszra gondolok, Lyon püspökére, ő az egyik legkorábbi, az eretnekek, mindenek előtt gnosztikus eretnekek elleni nagy harcosok közül, minden jel arra mutat, ez most, amit most mondok, ez egy alternatíva nélküli, de hipotézis. Ez egy vallástörténeti hipotézis, amit természetesen nem tudunk bebizonyítani, és vagy az is lehet, hogy soha nem is fogunk tudni bebizonyítani. Minden jel arra mutat, hogy Márkion elkezdett összeállítani egy szövegkorpuszt. Mindenek előtt az ő evangéliumát, és annyit tudunk, hogy 10 Pál levelet. Nekünk ennél több páli levelünk van, és sajnos nem lehet egészen pontosan tudni, hogy az övé miben különbözött. De az biztos, hogy kevesebb Pál levele volt. Tehát minden jel arra mutat, hogy ő kezdett el új szövetséget összeállítani. Na most gondolom, most már azok alapján, amit elmondtam, senki nem fog csodálkozni azon, hogy Márkiont mi motiválta emellett. Hát az, hogy ő az ószövetséget nem ismerte el. Hát tekintve, hogy az ő megváltó Krisztusa nem azonos az Ószövetség Istenével, még csak nem is a küldötte. Kifejezetten az Ószövetség ellen, az ószövetségi világból vált meg az ő megváltója, akkor értelemszerűen számára a Pálnál hivatkozott az írások ebből a szempontból teljesen érdektelenek. Neki valóban szüksége volt egy szövegkorpuszra, ugye nagyon egyszerűen, mert neki nem volt. Ami megvolt, azzal szemben ellenséges volt, sőt, azzal vádolta a nagyegyházat, hogy a nagyegyház azért
akarja megőrizni mindenáron az Ószövetséget, mert judaizál. Ezt majd egy másik alkalommal menjünk ebbe bele. Ez a korai keresztény századok idején egy állandó vád volt egymás ellen a különböző gyülekezetek, hogy judaizálnak. Magyarul nem szakadnak el kellőképp a judaizmustól. Tehát magyarul úgy tűnik, hogy Márkion az első, aki nekiáll. Hát új szövetséget, ő nyilván úgy gondolta, hogy a szövetséget szövegkorpuszba összegyűjteni. Mi az eretnek vadászoktól annyit tudunk, hogy Márkion új szövetsége egy darab evangéliumból állt, és 10 darab pállevélből. Az ellene harcolók azt állítják, és nem tudjuk ellenőrizni, ugye, mert sajnos Márkiontól nem maradt egy betű se. Jól lehet tudjuk, hogy könyveket írt, azon kívül, hogy valószínűleg új szövetséget is csinált. Az állítások szerint Lukács evangéliumát csonkította meg. Vagyis Lukács evangéliumából vágott ki mindent, ami az Ószövetségre tűnt utalni, tehát Jézusnak valamiféle kontinuitására utalt, egyrészt a bibliai zsidósággal, másrészt egyszerűen Dávid házával, ugye? Az előbb említettük a világvasárnapi köszöntőt, hogy Dávid fia a messiás. Ezeket mind kiirtotta Lukács evangéliumából, és így egy ilyen rövid, hogy mondjam, evangélium maradványt hozott létre, mondják megvetően, és pár helyen tudjuk csak, hogy miket vágott ki Lukács evangéliumából. Tehát magyarul egy bibliahamisító a figura az egyházatják állítása szerint. De most egy nagyon érdekes probléma van. Én olvastam életemben egyszer egy rekonstrukciót, amelyik megpróbált nagyon utána menni, hogy miket vághatott ki. Hát van, ahol konkrétabban tudjuk, hogy miket vágott ki, van, ahol csak, hát ahol olyasmikről van szó, hogy. Hát mindenesetre egy filológus egyszer nekifogott, és kivágta azokat a részeket Lukács evangéliumából, ami úgy tűnt, hogy beleilleszkedik abba, amit az egyházatják állítanak, hogy miket vágott ki Lukács evangéliumban, és hallatlanul érdekes eredmény jött, nagyjából megkaptuk Márk evangéliumát. Borzasztóan izgalmas a dolog, mert ezek után ugye az ember fennakadt szemekkel azon kezdett gondolkodni, hogy érdekes, hogy Márk neve mennyire hasonlít ennek a Márkionnak a nevére. Most ez lehet egy totál véletlen, egy nagyon gyakori név volt természetesen, de azért az fura. Az, hogy Márk evangéliuma a legrégebbi evangéliumban van némi furcsasága, tulajdonképpen csak egy dolgot akarok felhozni mellette, ami borzasztóan izgalmas, ha elolvassák az elejét. Egyszerűen tessék fölcsapni Márk evangéliumát, és hát ugye körülbelül úgy kezdődik, most csak tartalmilag tudom emlékezetből felidézni, hogy a Jézus Krisztus evangéliumának kezdete, hogy keresztelő János lement a Jordánhoz, és hirdette, hogy stb. Itt vág bele a történetbe. Most nem szoktunk nála ezen fönnakadni, de hát azért azon mindenképpen érdemes elgondolkodni, szerintem, privát véleményemet mondom, hogy hát Márk evangéliumában Jézusnak nincs egyszerűen gyermekség története, de semmi. Először is nem születik. Később említés történik a családjáról, de nincs leírva a születéstörténet, ami ugye a többi evangéliumban nagyon masszívul ki van dolgozva, nincs fiatalkor. Tulajdonképpen, hogy mondjam, Jézusnak a Jordánban való megkeresztelkedésével kezdődik a történet. Most ez lehet természetesen ezer véletlen. Meg az is lehet, hogy egyszerűen azért hagyták le nyugodtan, mert a másik háromban viszont van teljes születés és gyermekség történet. De azt mindenképpen fontos tudni, hogy tekintve, hogy Márkionnál a megváltó voltaképpen nem ember, ugye, hanem az ismeretlen Isten megváltó küldötte. Ennek következtében nem születik. Tehát mindese a Márkionnál sincs semmiféle gyermek. Ez is teológilag abszurd lenne, ha lenne gyermekség történet. Itt egészen pontosan a mimikri játszik óriási szerepet, ezt talán a kép miatt így befejezésül elmondom maguknak. Úgy szokás leírni a Márkionnak a világmindenség képét, hogy ez ilyen koncentrikusan egymásban elhelyezett acélgömbök. Ugye a külső, hát ahol nagyjából a világnak vége van, akkor belül egyre újabb megyünk lefele, valahol a közepébe a pici földi világot élünk mi. Következésképp az ismeretlen Isten küldöttének valahogy át kellett jutnia ezen a, hogy mondjam, koncentrikus acélgömbökként felépített óriás fegyházon, hogy bejusson egészen az utolsó, hogy mondjam, két lábon járó magánzárkáig is, hogy a megváltó üzenetet átadhassa.
Azt lehet tudni még, hogy a különböző mitológiai gnózisokban, nyilván Márkionnál is így volt, az átjárók, az egyes koncentrikus falak között azok óriás kapuk, amiket szörnyűbbnél szörnyűbb szörnyetegek őriznek. Ennek nyomaival ugye, mit tudom én, a János Vitéz végén még találkozunk a kapuról kapura való haladás és szörnyekkel való megvívás. Itt ezek az Archontes, az e-világ fejedelmei, vagyis az archónok, a vezérek, hát körülbelül így lehetne lefordítani. Ezek le vannak írva általában a mitológiai gnózis különböző változataiban, hogy milyen szörnyetegek állnak. Egy módon lehet átjutni. Az egyik az, hogy kell tudni a jelszót, pinkót, vagy azt mondjam. A másik az, hogy olyannak kell lenni, hogy azt higgyék, hogy az ember közéjük tartozik. Most ezt neveztem itt jobb hiány mitológiai mimikrinek. Ez most nem Márkion, amit mondok. Ez az összes mitológiai gnózisban így van. A Márkionnál nem tudjuk, hogy volt. De az hallatlanul izgalmas a dologban, hogy a értelemszerűen, ahogy jön lefele, és hatol át égről égre, égboltról égboltra a kiküldött megváltó, tulajdonképpen egyre közelebb kerül ugye a mi világunkhoz, és itt a kapuőrök is egyre jobban hasonlítanak annak a világnak a kapuőreire, akik lakják azt a világot. Most mindenki kitalálhatja, hogy az utolsót vajon milyen alakú lények őrzik, nyilvánvalóan emberi alakú. Tehát ez az a pont, ahol emberként jelenik meg a megváltó, de ez Márkionból is, amennyire kikövetkeztethető, elég világos, hogy ő nem tartja embernek. Magyarul, hogy nem született. Mondjam, azt mindenképpen szeretném azt a látszatot elkerülni, mintha én azt akarnám sugalni, hogy Márk evangéliumának Márkionhoz van valami köze, mert sejtelmünk nincs róla. Csak az ember folyton újra lerakad annál, hogy mégiscsak hasonlít a két név egymásra, nem biztos, hogy ennek bármiféle jelentősége van. A legközelebbi alkalommal valami keveset arról még szeretnék mondani, amit nem szoktunk belegondolni, de hát egy hallatlanul izgalmas kérdés. Legjobb tudomásunk szerint a második század második felében a római birodalom területén az összes keresztény eklészia, tehát egyházközség vagy gyülekezetnek majdnem a fele márkionita volt. Ez azért nagyon érdekes, egy iszonyatos, több századig zajlott dogmatikai harc zajlott a nagyegyház és a márkioniták között. Ez azért borzasztóan érdekes, mert hát érdemes belegondolni abba, hogy mi múlt ezen a harcon, ezt tulajdonképpen csak akkor tudjuk megállapítani, ha elgondolkozunk mondjuk azon, hogy mi lett volna, ha a márkioniták megnyerik ezt a meccset. Gondolkodjanak rajta a jövő hétig, én is ezt fogom tenni. Oké, köszönöm a figyelmet, akkor jövő héten. Elhangzott Rádióegyetem, bibliai kánon és vallásfilozófia, Tatár György, a gnózis, mint a megváltó tudás. Az ELTE BTK-n 2011. október 26-án elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.